Évente 600 gyereket érintenek a balesetek, új program indult a biztonságos közlekedés érdekében. Elszállították a libegő Zugligeti állomásánál álló villamosokat, felújítás után a közlekedési múzeum kiállítása lesznek láthatók. Már több mint 30 féle támogatást vehetnek igénybe a családok, idén tovább bővültek a kedvezmények. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Elszállították a libegő alsó végállomásánál álló két matuzsálemi korú villamost. A szebb napokat látott járműveket ugyanis restaurálják, és a közlekedési múzeum állandó kiállításában kapnak majd helyet. A libegőnél lévő területen pedig parkolót alakítanak ki. A hegyvidék újabb szenzációval szolgált a világsajtónak. Zugligetben helyből felszálló, alacsonyan repülő villamost kaphattak lencse végre a szemfüles fotósok és videósok. A 15 tonnás 58-as szerelvény felszállása nem ment egyszerűen. A szükséges hidraulikus hajtóművet szakszerűen kellett csatlakoztatni a földhöz, pontosabban kötött pályához szokott szerelvényhez, de aztán már minden egyszerű volt, mint a karikacsapás. Az utasszállítást 1977-ben befejező villamossal a hegyvidék polgármestere még utazott. Most egy kis nosztalgiával lépett be a szállításra váró másik kocsiba. Én gyerekkoromban még jártam vele ide kirándulni, és azóta is hallatlan, lelkes csapat követeli az 58-as villamos pályájának a megújítását, újraépítését. Ez nem rajtunk múlik, mi arra vigyázunk, hogy senki ne építse el. Tehát ne épüljön rá társasház, híd, adótorony és így tovább. Nem tudom megmondani, hogy van esélye az 58-as villamosnak, az biztos, hogy a helye megvan. Ha valakinek később még eszébe jut helyreállítani ezt a simpárt, akkor akár meg is teheti. Itt a katlanban egy nagyon szép tervünk van, egy jégpálya, egy étterem helyreállítása az új végállomás műemléképületének a restaurálásával. Ez az a terv, amit most a háború miatt fölfüggesztünk, és átmenetileg arra pár évre, amíg újra nem indul a rendes életünk, addig helyreállítjuk a parkolót, kiszolgálva így a libegőhöz érkezőket, hogy azok ne a zöldben, erdőben álljanak meg, hanem normális módon egy rendezett parkolóban. A villamosok új tulajdonosa, a Közlekedési Múzeum is örül az elszállításnak, pontosabban beszerzésnek, ugyanis egy több százmilliós felújítást követően két nagyszerű darabbal gazdagodik a múzeum jármű állománya. Legutóbb, amikor találkozhattunk nagyjából ebben a körben, az a Kondorfa utcában történt, ahol egy UV és egy EP pótkocsit mentettünk meg az enyészettől, és vittük be az északi járműjavítóba, ahonnan majd restaurálásra fogjuk őket vinni. Ugyanide fognak kerülni ez a két darab ezres villamos, mind a kettő több mint 100 éves, tehát 1911 és 12-ben készültek ezek, először favázasként, aztán utána acélvázasították őket az 50-es években. És azt gondolom, hogy a múzeum, az a munka, amit a múzeumban végzünk, ez egy nagyon-nagyon fontos munka az egész ország számára, hiszen elindult az országnak az újraiparosítása, és azt láthatjuk, hogy az Audi, Mercedes, BMW, Suzuki, Toyota, számos olyan nagy világcég dolgozik Magyarországon, és már fejlesztéseket is hoztak ide, amelyek Magyarországot a járműgyártásnak az európai élvonalába tudták emelni. Mindez azonban csonka lenne és féllábú akkor, hogyha azt az örökséget nem ápolnánk, ami oda vezetett, hogy idáig el tudtunk jutni. Az öreg gázvillamosok az zugligeti kempingben eltöltött évtizedek alatt kissé átalakultak, és a műszaki állapotuk sem a legfényesebb, de értő kezekbe kerülve újjászülethetnek a több mint 100 éves kocsik. A helyükön, ahogy hallották, rövid időn belül a libegőhöz érkezőket kiszolgáló parkolót építenek, abban 64 autó számára biztosítanak helyet. A hegyvidéki önkormányzat hétközben nem kér pénzt a parkolásért, csak hétvégén kell fizetni az ott várakozó autókért. A hegyvidéken indult el a Biztonságosan az iskolába országos programsorozat. Ennek célja, hogy a nagycsoportosok játékos formában ismerjék meg a közlekedési szabályokat. Ez hatékonyan segítheti a balesetek megelőzését. Nagyon könnyű, mert segít nekünk ugye az értelmezésben. Kerékpárosék. Nagyon jó, sárga és zöld.
A jelzőlámpákkal ismerkednek a nagycsoportosok a Kimbi óvodában. A kicsik itt egy játékos foglalkozáson ismerhették meg a közúti jelzéseket. Sokan közülük már rendszeresen használnak biciklit vagy rollert, így a táblákat is ismerniük kell, és a védőfelszereléseket is rendszeresen használják. Magyarországon évente mintegy 607 év alatt a gyermeket ér valamilyen közúti baleset. Az utakon a gyermekek a legvédtelenebbek. Veszélyeztetettségükhöz az is hozzájárul, hogy a közlekedés szabályait még nem ismerik, veszélyérzetük, veszélyfelismerő képességük még nem alakult ki, vagy nem megfelelő. Ezért napjainkra a legkisebbek védelme a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok egyikévé vált. A biztonságos közlekedés nevelést tehát minél korábban, már az óvodás korban el kell kezdeni. Ebben segít a Biztonságosan az iskolába programsorozat is, amelynek első állomása a Hegyvidék volt. A következő hetekben pedig számos vidéki településen is rendeznek majd hasonló közlekedésbiztonsági napot a nagycsoportosoknak. Reményeink szerint az óvodások csillogó szemmel hazaviszik a szülőknek is az itt megkapott élményeket, és talán figyelmeztetik a szüleiket, hogy adják rá a sárga mellényt, hogyha kerékpároznak, kössék be a biztonsági övet, és használjanak gyerekülést, hogyha gyereket visznek autóba. A Hegyvidéken az elmúlt 11 évben több mint 300 gyalogosokat is érintő baleset történt. Az esetek több mint 10%-ában kiskorú volt a baleset elszenvedője. A 12. kerületben éppen ezért több kezdeményezés is indult a biztonságosabb közlekedés érdekében. Pár évvel ezelőtt indítottuk el azt a programot, ami az óvodák, iskolák, a gyerekintézmények környékén található gyalogátkelőhelyek, zebrák kiemelését, piros keretbe foglalását jelenti. Magyarán ezeket a zebrákat a fehér csíkok között pirossal még hangsúlyosabbá tettük, illetve a közúti megvilágítással is kiemeltük. Most dolgozunk azon, hogy minél több ilyen helyen villogó ledekkel egészítsük ki a zebrákat. Egy nagyon sikeres program, zebra programja volt az önkormányzatnak, amelyik figyelemfelhívó, érzékenyítő program volt, az autósokat célozta. A Biztonságosan az iskolába programnak köszönhetően minden hegyvidéki nagycsoportos kap majd közlekedésbiztonsági csomagot. 40 új trafipaxot állít munkába a rendőrség júniustól. A készülékek 3/10 másodperc alatt 1000 mérést végeznek, amely alapján meghatározzák az adott jármű sebességét. Az új eszközökkel akár menet közben is be lehet mérni a gyorshajtókat. Első fokon 1 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki megtámadott és megvert egy másik férfit a kelenföldi metróállomásnál. A részek támadó többször is pénzt kért a sértettől, aki azt mondta, hogy hívja a rendőröket, ha nem hagyja békén. A férfi ettől ideges lett, dulakodás alakult ki, majd ököllel többször megütötte az áldozatot, aki orcsontörést szenvedett. A 25 éves támadót gyorsított eljárásban állították bíróság elé, amely súlyos testi sértés miatt mondta ki bűnösnek. Lezuhant egy fiatal nő a budai vár faláról, az esetről az országos mentőszolgálat számolt be. A 25 éves nő a vizes várfalon sétált, de megcsúszott és 5 métert zuhant. Könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, a zuhanás után ugyanis azonnal felállt, és egy közeli padig el is tudott sétálni, majd hívta a mentőket. Júliustól 18%-kal emelkedik az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók alapbére, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter elmondta, egy 4-6 éve dolgozó felsőfokú végzettségű szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 422.550 forintról, július 1-ével 498.600 forintra emelkedik majd. Egy 19-21 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló jelenlegi bruttó alapbére pedig 493.690 forintról 582.550 forintra növekszik. Erősebb családokkal épülhet fel egy erősebb nemzet, ezt mondta a családokért felelős helyettes államtitkár a Családok Nemzetközi Napja alkalmából. Benede Attila emlékeztetett, folyamatosan bővítik a családok által igénybe vehető támogatásokat. A fejlett világ nagy részében gyakorlatilag a termékenységi ráta, amely a gyermekvállalási kedvet mutatja, nem éri el a 2-es szintet.
A népességfogyás az egyik olyan tényező, amely veszélyezteti a családokat. Erre hívta fel a figyelmet a Kopp Mária intézet elnöke a Családok Nemzetközi Napja alkalmából. Fűrész Tünde szerint a háború és a gazdasági válság, valamint a családot relativizáló értékválság legalább ekkora problémát jelent. Látjuk azt, hogy amikor mi itt Magyarországon például a család megtartó, óvó, védő erejéről beszélünk, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy jó, de hát ott van a családon belüli erőszak. Amikor mi itt Magyarországon elköteleződésről, hűségről beszélünk a párkapcsolatok kapcsán, akkor sokan a világban rögtön azt mondják, hogy de hát ott vannak a bántalmazó kapcsolatok, ott van a házasságon belüli bántalmazás. Amikor mi a magzatok védelméről beszélünk, az életvédelemről, akkor nagyon sokan a világon azt mondják, hogy a nők választáshoz való jogát kell támogatni. Fűrész Tünde szerint a családi értékek védelme nem csak Magyarország számára fontos, de ezzel a szándékkal az európai emberek többsége is egyetért. Ezt kutatások is alátámasztják. A magyar kormány elkötelezett a családok megerősödése mellett, erről már a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára beszélt. Beneda Attila kiemelte, már több mint 30 féle támogatási forma érhető el a családok számára. Ezek, mint mondta, azt a célt szolgálják, hogy a családok szerepe erősödjön, a vágyott gyerekek minél hamarabb megszülessenek, a gyerekvállalás ne szegénységet, hanem anyagi előnyt jelentsen, valamint létrejöjjön a munka és a család közti egyensúly. Ez nem egy befejezett dolog, dinamikusan igyekszünk a családok igényeihez mérten újabb és újabb eszközökkel segíteni, támogatni az életüket, könnyíteni azokért, akik esetlegesen erre rászorulnak. Ebben az esztendőben is vezetünk be újabb intézkedéseket, csak az említés kedvéért 30 év alatt a gyermekvállalás esetén 30 éves korig az édesanyja személyi jövedelemadómentességet élvez. A Kopp Mária intézet kutatási vezetője szerint a családtámogatásoknak is köszönhető, hogy a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta 30%-kal nőtt. Amíg Európában és az Egyesült Államokban a gyermekek átlagosan 58-60%-a születik házasságban, addig Magyarországon ezen a téren nagyon határozott trendfordulót láthatunk az utóbbi évtizedben. A gyermekvállalási kedv emelkedésével párhuzamosan a házasságon belül született gyermekek száma is jelentősen emelkedett, míg 2013 és 2015 között a gyermekek valamivel több mint fele, 2021-ben már a gyermekek közel 3/4, 73%-a született házasságban. Az ENSZ 1994-ben nyilvánította május 15-ét a Családok Nemzetközi Napjává. Elérte az 5 milliómodik utazást a MOL-Bubi, ez azt jelenti, hogy egyre többen veszik igénybe a közbringa rendszert. Márciustól további 200 vadonatúj kerékpárral bővült a rendszer, így a 183 gyűjtőállomáson már 2260 kerékpár áll rendelkezésre. Különleges programokkal készül a BKV a gyereknapra. Az óbudai buszgarázsban nem csak a Nosztalgia Flotta egyes darabjait mutatják be, de a BKV zavarelhárítási és egyéb járműveit is. Olyan különleges buszokkal is lehet majd találkozni, mint a lőbusz, a vasút modellbusz, vagy a BKV dupla csuklós játszóbusza. A gyereknapi programokban ezentúl műszaki és forgalmi vetélkedő, kis vonatbusz és gyermekfoglalkoztató is szerepel. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!